A Merkantil Bank Liga 24. fordulójában szombathelyi haladás, Siófok 3-2. Nagyiramban kezdte a Halil meccset, a második percben előbb Szakály, majd Mohos is fejjel veszélyeztetett, aztán a 11. percben megküldt a szombathelyi szurkolók erejében a vér, hiszen egy kósza siófoki akció közben az egyik Halil védő kezét érte a játékszer, szerencsére a sporik nem láttak okot a beavatkozásra. Egy perccel később már a vasi drukkerek örülhettek, hiszen Rácz szólója után középre gurított, de a menteni igyekvő siófoki Kittl saját kapujába rúgta a labdát, 1-0. Nem állt le a Hali, a 17. percben Csernik ugrott ki, de előle szögletre mentettek. Rácz sarokrugását Jagodics fejese követte, de Winter kapusnak nem kellett hárítania. Nem úgy a 21. percen, amikor Jagodics fejese már utat talált volna a siófoki kapuba, de Winter védett. A 22. percben Rácz Mós akció végén Heger is szabálytalankodott a fiatal vasi támadó ellen, a jogosan megítélt büntetőt Rácz ugyan kihagyta, de a hálóőrről kipattanó labdát Rácz már a hálóba bombázta, 2-0. Nem sokáig örülhettek a két gólos erőnek a Hali szimpatizánsai, a 25. percben egy gyors vendégakció végén Dénes Csanát szépített, 2-1. A 28. percben két Barnabás is gólt szerezhetett volna, előbb a szombathelyi Mohos újra 2-re növelhette volna a Hali előnyét, aztán pár másodperccel később a siófoki Német lőtt Pálfi kapusba. A szünet után is folytatódott a nyílt sisakos játék, hol a Hali, hol a siófok igyekezett az ellenfél kapujára veszélyes lenni, de igazi gólhelyzetet csak a 61. percben láthatott a kilátogató, közel 1000 fizető néző. Ekkor a szombathelyi kapu előtti lecsorgó labdára Kittl reagált a leggyorsabban, és közelről kiegyenlített, 2-2. Ezután is inkább a szombathelyi térfelen zajlott a küzdelem, a 71. percben is Kittlöt találta üresen a labda, de fölé lőtt. A 76. percben egy elveszett labda után Major került helyzetbe, de szögletre mentett a Hali védelme. A hajrában Jancsót és Szijjártót vetette be Jovics mester, élénkebb is lett a szombathelyi támadójáték. A 82. percben Rácz éles lövését üggyel bajjal még hárította Winter, de egy perccel később Szijjártó alsósarokba tartó labdáját már nem tudta kitornázni, mesteri találattal tért vissza makacs sérüléséből a fiatal csatár, 3-2. A ráadásban megfogyatkoztak a vendégek, mégsem adták fel, a 93. percben szögletet harcoltak ki, majd Sirkaut bombázott Pálfi kapuja mellé. A meccs utáni sajtótájékoztatón Alekszandar Jovics kiemelte, hogy fontos 3 pontot szerzett a Hali. Hiszen ezt múlva prompolú remenú kontrolizali igru, sve njihove opasne napade uspeli da iskorigujemo i da zaustavimo. Az első játék részben kontrollálni tudtuk a játékot, és az ő nekik a veszélyes támadásaikat is meg tudtuk állítani. Brzinu njihovih napadača smo uspeli da neutrališemo. Sikerült neutralizálni a gyorsaságukat a támadásban. Stvorili smo neki određeni broj šansi. Egy nagyobb számú gólszerzési lehetőségeket is alakítottunk Postigli ki. Postigli jeden i drugi gól. Sikerült megszerelni az első és a második találatot is. Nažalost, primili odmah posle drugog gola. Sajnos a második szerzett gól után mindjárt kaptunk is egy gólt. I što se tiče prvog poluvremena, mislim da je bila potpuno kontrola igre od naše strane. És amit az első játékrészben az egész féldőt tudta kontrollálni a csapatunk. Drugo poluvreme, prvih 15-20 minuta nije nam ovo prvi put, da kad vodimo, da početak drugog poluvremena nam bude nekako, kako bi rekao, malo nemiran. Hát második játékrészben, főleg az első 15-20 perc, ami nem is először történik meg, mikor a csapat vezetésben van. Kao da nam je potrebno neko određeno vreme. Szüksége van a csapatnak egy kis időre. Da opet uhvatimo neku igru. Megint megfogja a játékot, hogy tudjunk játszani nyugodtan. Međutim, Siófok iskoristio tih prvi 20 minuta i postigao i drugi gól. De Siófok ezt jól kihasznált, ezt az első 20 percet, és sikerült egyenlíteniük. Pokušali smo sa svežinom, sa novim igračima, sa energijom. Probaltunk frissíteni, frissi játékosokkal, friss energiát vinni a csapatba. I mislim da nam je to uspelo. Mislim da nam je to uspelo, postigli smo taj treći gol i mislim da je ovo zaslužena pobjeda. Momcima svaka čast za borbu, pre svega. Šuć gondolja ođa šikarjut, šikarjut megserezni harmadik találatot. I za igru u prvom polovremenu. És a fiúk nagyot harcoltak az első játékrészben és a második játékrész végén is. Opet smo celu nedelju jednog dobrog rada krunisali pobedom. Sikerült az egész heti munkát egy győzelemmel zárni.
A vendégek mestere, Vukmir Dragan azt hangsúlyozta, hogy harcos meccsen megint nem kaptak meg egy jogosnak vélt 11-est. Játékos jó húzalás, jó akarat, csak sajnos első fél idő megadtuk ellenfélnek 2 gól előnye, de miután mentük eredmény, de nekem ez más volt probléma, hogy úgy érzem, hogy mondom, nehéz mondani, mert szituáció 12-13. Perce 16-os belül egy kezezés, ami ennyi csapat nem kaptam, mint a szintén előző meccsen is. Mondom, meg kell megnézni. Azt mondja, hogy kéz volt, de nem ele, hogy 11-es, ő is megismerte, nem tudom. Előző meccsen szintén ugyanaz volt a szituáció. Nagyon sajnálom saját játékos, mondom, ő is befektette minden nap munka, meg dolgoznak, de mondom, hogy mondom, jobban kellett becsülni ez a csapat, mert jó küzdelem, jó meccs volt, másik fél idő ellenfélnek volt egy kapura lövés, ami valósította a góla, nekünk több lehetősége volt, ami nem tudjuk valósítani. Mondom, ez egy szerintem harcos meccs volt. De gratulálok ellenfélnek. Az NB2-es bajnokság vasárnap folytatódik, a Haladás az Eto FC Győrt fogadja, míg a Siófok az Ajka csapatát látja vendégül.